Már több mint 50 halottja van a hawaii tűzvésznek. Az áldozatok száma tovább emelkedhet, mert sok száz embert eltűntként tartanak nyilván. A szigeten még nem oltottak el minden tüzet. Szakértők szerint a szárazság és a nagy forróság miatt volt ennyire pusztító az erdőtűz. A helyreállítás várhatóan évekig tart majd, és dollármilliárdokba kerül. Megsemmisült épületek, kiégett növényzet, pusztulás, amerre csak a szem ellát. A kedden fellobbant erdőtüzek szinte mindent felemésztettek, a Hawaii-sziget csoporthoz tartozó Mauin. A legsúlyosabb helyzet a sziget nyugati részén, Lahainában van, a város egykor a Hawaii királyság fővárosa volt. A történelmi emlékekkel teli üdülőparadicsomba évente 2 millióan látogatnak el, most is tömve volt turistákkal, amikor a környéken tűzvész kezdett pusztítani. Több tízezer embert kellett evakuálni a lángok elől, helyieket és turistákat egyaránt. Az ott nyaralókat a repülőtérre szállították, a gépek ugyanis zavartalanul fel és le tudtak szállni. Ez egy valódi pusztulás. A város, a történelem eltűnt. 20 éve járok ide szörfözni, itt voltam Nászuton, mondta könnyeivel küszködve egy férfi. A hatóságok azt mondják, évekre és több milliárd dollárra lesz szükség, hogy a sziget ismét élhető legyen. A kárfelmérés még csak most kezdődött, de már most biztos több mint 1000 épület égett le teljesen. Amit most látunk, az Hawaii állam történetének legnagyobb természeti katasztrófája, mondta Hawaii kormányzója hozzátéve, Lahainából parázsló romok maradtak csupán. A Lahainánál tomboló lángok 80%-át már eloltották a tűzoltók, de az óránkénti 100 kilométeres sebességű széllökések megnehezítik az oltást. Lehetséges túlélők és áldozatok után kutat az amerikai parti őrség is, sokan ugyanis a vízbe ugrottak a lángok elől. A helyi kórházak megteltek csak úgy, mint az ideiglenesen felállított menedékhelyek. A sziget legnagyobb részén továbbra sincs áram és telefonszolgáltatás, a 911-es segélyhívó sem működik. Sokan nem tudják, mi történt szeretteikkel, vagy éppen hátrahagyott otthonukkal. Közben egyre többen teszik fel a kérdést, miért volt ennyire pusztító a tűz Mauin. Kutatók szerint súlyos szárazság alakult ki a szigeten, ahol hetek óta nem esett eső. A levegő nagyon felforrósodott, így a talajból és a növényekből lényegében eltűnt a nedvesség. A hatóságok előrejelezték ugyan az erdőtüzek lehetőségét, de az, ami történt, minden számítást felülírt.